Engedjék meg, hogy egy idézettel köszöntsem önöket. Magasra emeli a művészet az embert, nemessé, csodálatosan szépé varázsolhatja lelkének minden rezdülését. Úgy gondolom, Gogol szavai tökéletes módon leírják, hogy a művészet miként is tud részévé válni az életünknek. Mind a művelőknek, mind a csodálóknak is. Komoly gondolatok, üzenetek átadására és közvetítésére képes a művészet minden ága. Talán ezek az eszményi gondolatok azok, amelyek az embert különbé teszik. Képes a lelket ápolni, kezelni és fejleszteni egyaránt. A művészet felelősséggel is tartozik, hiszen az ember lélektani, kulturális fejlődéséért felel, mert az egyént itt érő behatások az ember személyiségét formálni, finomítani tudja. A festészetet talán úgy tudnám értelmezni, amely színvilágában, ecsetvonásaiban, kifejező erejében olyan érzeteket és érzéseket képes közvetíteni a néző felé, amelyet szavakkal nem tudunk elmondani, kifejezni. A szemet gyönyörködtetni és a szemet elvarázsolni nehéz feladat, hiszen sok inger éri a hétköznapokban is, ellenben egy új világot tárni elé és megmagyarázhatatlanul lekötni a figyelmét óriási kihívás, amelyre a festészet egyedüli módon képes. A teremben látható festmények alkotói is így próbálnak elvarázsolni minket. Név szerint Vicsauerné Pichler Mónika, Kovács Anikó, Somogyi Ildikó, Farkas Gyuláné, Novák Rezső, Horváth István, akit édesanyja képvisel. Pár szó erejéig bemutatnám munkásságukat. Vicsauerné Pichler Mónika már gyermekkorában szerelmese lett a rajzoknak, festményeknek. Tapasztalatát gazdagította, hogy 3 évig a Devecseri Alkotókör oszlopos tagja volt. Eleinte ceruza rajzokat készített, majd pasztelkréta és olaj is bekerült a repertoárjába. Mostanában pedig az ébrás technika lelkes művészet. Portrékat is szívesen fest, de akár szobák falain is megcsodálhatjuk remek műveit, melyek közül örök kedvencei maradnak az állatok. 2 gyermekes, fiatal anyukaként, most bár más elfoglaltságai adódnak, szeretne majd a jövőben is minél többet hódolni szeretnének. Farkas Gyuláné, aki már 1970 óta a Herendi Porcelán Manufaktúra ügyes kezű festőinek számát gyarapította, igazándiból tavaly kezdett komolyabban foglalkozni, elsősorban madarak festésével. Elmondása szerint a nyugdíjas évek, ötvözve a téli nyugalommal, lesve a kint csemegéző címkéket, tengelizeket, arra késztették, hogy ezek az alkotások megszülessenek. Akár környezet órán is helyállnának ezek a képek, hisz élethűen tükrözik a bakonyi erdők madárvilágát. Horváth István gyerekkora óta szeret rajzolni, festeni, és pályaválasztását is ezt határozta meg. Zircen a 3. Béla gimnázium speciális rajz és vizuális nyelvtagozatán végzett. A gimnázium elvégzése után Herendre jelentkezett és porcelánfestő szakmát végzett. Hobbiként a festés és a rajzolás mindvégig megmaradt. 2 éve Felhősi István vezette Herendi Alkotókör aktív tagja. Leginkább olajfestékkel és pasztelkrétával dolgozik. Témái: tájkép, csendélet, portré. Novák Rezső már iskoláskorban ceruzát ragadott, s főként állatfigurákat rajzolgatott. Mivel ő még a háborús időszak után koptatta az iskola padját, ezért leginkább a ceruza és a papír, majd a későbbiekben már a vízfestés is eszközéül szolgálhatott. A munkás években nem igazán maradt ideje a festésre, de az építkezés és a házasság után újra nekilátott a kézműveskedésnek, és fából fargott csodálatos használati eszközöket. Fontos megemlíteni, hogy a Csingeri bánya munkásaként semmiféle ez irányú szakképzettsége nincsen, ráadásul azt gondolnám, hogy egy ilyen durva, kemény munkához szokott kezek nem képesek finom vonásokra, és mégis.
Mikor aztán már a külön lakás nyugalmát élvezték, tájképek, madarak, virágok, csendéletek és állatfestmények sokasága került ki kezei közül. A 80-as években egy baleset következtében több ideje jutott vászonra vinni elképzeléseit, de fára is nagyon szívesen alkot, történjen az temperával, olajjal vagy egyéb festési technikával. Reméljük lelkesedése későbbiekben sem fog aláfagyni. Somogyiné Ildikó Urkuton él gyermekkora óta. 15 éve fest, leginkább tájképeket, virágcsendéletet, de mióta megismerkedett a jobb agyfértekés rajzolással, nagy előszeretettel rajzolt portrékat is. Először csak saját örömére készített festményeket, de később egy Ajkai Kézműves Egyesület tagjaként több kiállításon is részt vett. Első kiállítása itt Urkuton volt 2001-ben, azaz immáron 15 éve. Kovács Anikó Zsófián él, Veszprémből költözött ide. Gyermekkora óta rajzol, leginkább portrékat híres emberekről graffittal, de szívesen választja témájául a csendéletet, tájképeket, épületeket is. Ez az első kiállítása, és minden vágya, hogy tovább képezhesse magát ezen a területen. Minden kedves résztvevő kapott egy tombolát, melyen megnyerheti Somogyi Ildikó által felajánlott festményt. Végül egy verssel szeretném zárni szavaim. Dukai Georgina, festeníró. Hogy mi a festészet? Ne kérdezd, nem tudom, csak érzem és alkotom. Mikor megérzem a festőszer édes illatát, szívemet, valami furcsa érzés járja át, s megszűnik a külvilág. Élvezem, hogy az üres semmiből megfestem az élet egy pillanatát. S a kész, megcsodálom és megköszönöm. Figyelem, mint újszülött gyermekem, hiszen egy részem belőlem. S ha már nincs velem, mindvégig megőrzöm emlékeimben. Követve kívánjuk mind az alkotóknak, mind a művészetet kedvelő közönségnek, hogy örömöket lejjék a mai kiállításban, hisz Pablo Picasso is azt felelte, mikor megkérdezték tőle, hogy melyik festményét szereti a legjobban, hogy a következő. Thank you.
Thank you.
Thank you.